Az MLC kutatásról harmadik kísérletét fogom bemutatni, oldhatóságokat fogunk vizsgálni, illetve megmagyarázni a történteket. Feladatunk először, hogy egy újnyi vizet, illetve egy újnyi diétvételt kell egymásra rétegeznünk. Rázzuk össze a kémcső tartalmát, és nézzük meg, hogy mi történik. Jó, itt körülbelül középet látható, hogy a két anyag egymástól elvált, és két színpelempáz is helyezkedik el egymás fölött. Csináljuk meg ugyanezt benzinnel és vízzel. Rázzuk össze a második kémcső tartalmát is. Itt most gyorsabban látszódik, hogy megint két színtelen fázis helyezkedik el egymás felett. Mindkét kémcsőben ugye látjuk egymás felett a két színtelen fázist, ami mutatja, hogy egyik anyag sem oldódott a másikban. Magyarázzuk meg a látottakat, ugye az oldhatóság alapelve, hogy hasonló a hasonlóban oldódik, az apoláris anyagok apoláris oldószerben, a poláris anyagok pedig poláris oldószerben oldódnak. Az első kémcsőbe vizet és dietilételt öntöttünk, a vízben ugye poláris molekulák találhatók, a dietilétel molekulái pedig apolárisak. Ezért a két anyag egymással nem elegyedik, ezért láthatjuk a két különböző fázist. Hasonlóan a másik kémcsőben ugye a víz poláris molekulákkal rendelkezik, a benzin pedig apoláris molekuláknak a keveréke, ezért egymásban nem oldódnak, két fázist láthatunk a kémcsőben. A kísérlet következő lépése, hogy nézzük meg, hogy a jód hogy fog oldódni ezekben az anyagokban. Mindkét kémcsőben helyezzünk egy kevés jódot, és aztán lázzuk össze a kémcső tartalmát. A jód hatására jobban elkülöníthető a két fázis, amit az előbb láttunk. Láthatjuk, hogy a jód a felső fázisban ilyen barna, sárgásbarna színnel oldódott, még többnyire az alsó fázis az átlátszó és színtelen maradt. Nézzük meg a másik kémcsövet. Az összerázás után itt is a két fázis könnyebben elkülöníthető egymástól, a felső fázis lila színűvé változott, míg az alsó fázis az színtelen maradt, illetve a feloldatlan jód az ott maradt a kémcső alján. Magyarázzuk meg itt is a látottakat. A jód apoláris molekulával rendelkező anyag, ezért az apoláris oldószerekben jól oldódik, a poláris oldószerekben nagyon gyengén, vagy egyáltalán nem oldódik. Ez azzal jár, hogy az első kémcsőben a víz ugye színtelennek látszódik, mert a jód nem oldódott fel benne, hiszen poláris oldószer, viszont a felső fázisban, ami szerves oldószer, dietiléter, az kiválóan oldja a jódot barna színnel. A másikban szintén alul a vizes fázisnak a színtelen átlátszó színen látható, ugyanis a víz ugye nem oldotta a jódot a felső részben, pedig a benzin látható, amely lila színnel oldotta a jódot.
A jódnak különleges tulajdonsága, hogy a szerves anyagokban különböző színnel oldódik annak megfelelően, hogy azok oxigént tartalmaznak, vagy nem tartalmaznak. Ez alapján a jódot alkalmazzák arra, hogy két anyagot, amelyik egyik oxigént tartalma, a másik pedig nem, megkülönböztessenek egymástól. Az elsőben az oxigén tartalmakban a jód barna színnel oldódik, míg az oxigén nem tartalmazóban pedig lila színt mutat. A kísérlet harmadik lépésében össze kell öntenünk a két kémcsövet, és aztán nézzük meg, hogy mi történik. Két fázis látható jól, alul egy színtelen fázis, és fölül pedig egy színes barnás fázis, sárgás-barnás fázis látható. Ugye ennek az az oka, hogy alul a két vizes fázis egyesült egymással, ebben a jód továbbra sem oldódik. A benzin és a dietil éter viszont egy közös fázist alkot most, hiszen mindketten a poláris oldószerek egymásban is kiválóan oldódnak, és a jód barnás, illetve lila színe együttesen adja ki azt a színt, amit most láthatunk a felső fázisban. A kísérletek alapján összehasonlíthatjuk a víznek a sűrűségét a benzinnek, illetve a dietilétertnek a sűrűségével. Ugye mindig az a fázis helyezkedik el feljebb, amelyiknek a sűrűsége kisebb. Így láthatjuk, hogy mindkét esetben a szerves fázis volt felül, ami azt jelenti, hogy a dietiléter és a benzin sűrűsége is kisebb, mint a vízé.